estét kívánok, hölgyeim és uraim! Én egy picit messzebbről kezdeném azzal, hogy miért is vagyunk itt. Ennek az az oka, hogy ma, amikor behoztak a pályaudvarról a szállásomra, a sofőrömmel beszélgettünk, és ő tréfásan mondta, hogy egy nagyon szép tavaszi napunk van, egy remek alkalom, hogy egy újabb nagyvereségről legyen szó. És hát lehet, hogy a hivatalos címe az előadásnak az, hogy nagy csaták, de miután az előző előadás az a Muhi csatáról szólt, amit szintén elveszített a magyar hadsereg, azt gondoltam, hogy érdemes azért néhány szót szólni erről is, hogy vajon a magyar történeti köztudatban miért ezek az események váltak fontossá. Mert ugye önök is azért gyűltek itt ilyen szép számban össze, mert egy olyan eseményről hirdetett meg az alapítvány egy előadást, amiről már hallottak. Mohácsi csata egy olyan esemény, amiről szinte minden magyar ember hallott. Azt nem tudom, hogy Romániában az iskolában tanítják, vagy nem, vagy hogy szó van-e róla, de hogy lám, ennek ellenére mégiscsak a híre eljutott mindenkihez. 10 évvel ezelőtt, amikor a 480. évforduló volt, akkor a Korvinak kiadóval közösen együttműködve készítettem egy kis összefoglaló monográfiát a Mohácsi csatáról, a következő évben meg a tatárjárásról. És ugye meg is kérdezték az olvasók, hogy jók ezek a könyvek, de miért mindig a vereségekről írok? Ennek nagyon egyszerű oka volt, mert a kiadó olyan könyveket tud eladni, aminek a címét ismerik az emberek. Ha ez a mai előadás úgy lett volna meghirdetve, hogy a 1523. évi szárvaszentdemeteri diadalról fog szólni, az ugyan egy magyar győzelem volt, az egyik legnagyobb magyar győzelem volt a török háborúk korában, de biztos vagyok benne, hogy a teremben ülők közül alig ha hallott róla bárki. Márpedig az, amit nem ismernek, arra nem fognak eljönni. Tehát a dolog ez úgy működik, hogy azok az események vannak előtérben, amit mindenki ismer. De miért mindenki ezeket ismeri? Ez sem a véletlen műve. Még csak azt kell mondjam, hogy nem is a történészeké. 18. század végén, 19. században a magyar történelmi tudatnak a kiformálásában, a kanonizálásában az irodalmárok jártak az élen. Ugye a magyar himnuszba a Kölcsey beleírt minden fontos dolgot, amit addig fontosnak tartottak a magyar történelemről, abban benne vannak a mongolok, a tatárok, benne vannak a törökök, benne van Mátyás király, és ezzel el is mondtam nagyjából a középkort, amit fontosnak tartottak, megemlékezésre méltónak tartottak. Az irodalmárok meg szerették a nagy drámai fordulatokat, nem tudok mást mondani. Mátyás király nagy király volt, az ő korszaka dicsőséges volt, aztán jött a hanyatlás, a mélypont Mohács, aztán kiverjük a törököt, megint fölemelkedik a történet. Olyan lett az irodalmárok tollán a magyar történelem, mint egy hullámvasút. És hogy miért volt szükség a vereségekre ebben a hullámvasútban? Hát mert a vereségeket lehetett ellenpontozni a magyar föltámadással, a magyarság megerősödésével. Ugye a Muhi csatát elveszítjük, de a tatárok elmennek, és IV. Béla újjáépíti az országot. Ez egy pozitív történet. Magyarország talpra áll. Mohácsi csatát elveszítjük, de 150 év múlva sikerül kiverni a törököt, újjáépíteni az országot, és Magyarország talpra áll. Van egy nagyon híres vers Kisfaludy Károlynak az elégiája, Mohács elégiája, amiből általában mindig egy sort szokás idézni, hogy Mohács nemzeti létünk nagy temetője. Ezt megint csak elég sokan ismerik. Magát a verset meg alig ismeri bárki, mert a vers az egy optimista, pozitív kicsengésű vers, és arról szól az 1800-as évek elején a reformkor Magyarországán, hogy volt ugyan valamikor régen egy mohácsi csata, ahol a magyarság nagyon nagy vereséget szenvedett, de lám, mostanra sikerült a csorbát kiköszörülni, mostanra helyreállt a világ rendje, a magyarság békében, gazdagságban gyarapodik, és Mohács már csak emlék. Vagyis amikor a 18.-19. században ez a magyar történeti tudat ez kanonizálódott, és kilettek emelve bizonyos részei, akkor ezeket a kudarcokat a sikerek ellenpontjaként, vagy előzményeként szögezték le, és az, hogy
A sikertörténet az megkopott, arról nem a középkori századok, nem is a török kor, nem is a kora újkor tehet, arról egyedül a 20. század tehet. Az első meg a második világháború után sokkal borúsabbá vált a magyar történelemkép, és sokan kezdtek el úgy gondolni a magyar történelemre, mintha az kudarcok vége láthatatlan sorozata lett volna. Holott ezt korábban senki nem gondolta volna így. A nemzeti katasztrófák meg bennmaradtak az emlékezetbe, és aztán különösen Trianonnak köszönhetően valóban elkezdett úgy sorakozni az évszámok és említésre méltó események sora, hogy tatárjárás, Mohácsi csata, szatmári békesség, a Rákóczi szabadságharc leverése, 1848 leverése, és aztán jött Trianon. A Trianon kapcsán a magyar kormányzat még rá is erősített a Mohácsi párhuzamra, mert hogy ahogyan korábban a Mohácsi csata után a magyarság helyreállt, talpra állt, úgy azt remélték, hogy ez a 20. században is be fog következni, csak hát mindenki tudja, hogy a II. Világháborúban ez a kísérlet, ez kisiklott, kudarcot vallott. A jövőt meg nem láthatjuk, de a történelmi lépték az évszázadokban mérendő. Én azt kell mondjam, hogy optimistább vagyok, mint a legtöbben. Ha a Mohácsi csata után eleink 150 évig voltak képesek várni, hogy a törököt végül is sikerüljön kiverni az országból, és erről majd a következő előadótól egy remek előadást fognak hallani, akkor azt gondolom, hogy ránk fér egy kis türelem. Ki tudja, hogy mit hoz a jövő. A következő évszázad, a 21. század. Na, röviden ennyit arról, hogy miért pont ezek a csaták vannak műsoron. A Mohácsi csata egyébként nem csak a magyar történelem szempontjából nagy jelentőségű esemény, ez egész Közép-Európa történelmét megváltoztatta. Megváltozott a horvátok, a csehek és az osztrákok története is, mert hiszen ennek a csatának köszönhetően halt meg Magyarország királya, és ennek a csatának köszönhetően örökölte meg Habsburg Ferdinánd osztrák főherceg mindezen országoknak a trónját, és így született meg az a Habsburg birodalom, ami aztán a következő 400 évben Közép-Európa történelmének döntő alakítója maradt. És amiben egyébként tegyük hozzá, a történeti Magyarországot is fönn lehetett tartani. Tehát ez nem egy elhanyagolható szempont, ha a Habsburgokról van szó a régi keretek között. Amikor a Habsburg birodalomnak vége lett, akkor egy csapásra a történeti Magyarországnak is vége lett az első világháború végén. Hogy is nézett ki ez a két ellenfél először, akik Mohácsnál találkoztak? Milyen is volt az oszmán birodalom 1526-ban, milyen volt a magyar királyság helyzete, milyen hadsereggel rendelkeztek, és hogy aztán ezek a hadseregek mit végeztek Mohácsnál? Ugye ez egy vázlatos térkép az oszmán birodalom terjeszkedéséről. A színek azt tükrözik, remélem, hogy jól látható, hogy ugye a Magyarország az 1300-as évek végétől folyamatosan harcolt a törökökkel, de hogy a török birodalom közben teljesen megváltozott. Tehát Zsigmond király még nem azzal a török birodalommal harcolt, mint Mátyás király vagy Hunyadi János, és második Lajos sem azzal a török birodalommal harcolt, mint Mátyás király. A törökök ugyanis közben folyamatosan nőttek, és egyre erősebbek lettek, és az egyik legfontosabb hódításukat pontosan az 1510-es években hajtották végre keleten. Akkor már hosszú ideje béke volt a török-magyar határon, amikor az 1510-es években Szelim szultán ketté vágott egy urdiuszi csomót. Hagyományosan a muszlim világban három nagy hatalom volt a közel-keleti térségben. A törökök Kis-Ázsiában, Egyiptom és Irán. Ugye ezeket az országokat lehet hallani a mai hírekben is, csak most nem Egyiptom szerepel, hanem Szaúd-Arábia a szíriai válság kapcsán, de ugyanúgy Szírián veszekedtek ezek a hatalmak akkor is, mint manapság. Senki nem adott volna egy lyukas két filéresre azért, hogy két hatalmat teljesen sikerül kiütni a törököknek, és
és egyoldalúan felbontani ezt a hatalmi egyensúly helyzetet. Volt egy zseniális szultánjuk a törököknek, Szulajmán szultán apja, hallom, hogy Romániában is játszották a Szulajmán sorozatot, úgyhogy képben vannak, vagy lehetnek, ha látták. Hát az ő papája, akit egyébként csak véreskezőnek becéznek a török történetírók, Szelim szultán egy fantasztikus hadvezér volt, aki több bravúros hadjáratban legyőzte az irániakat, és elfoglalta Szíria és Irak területét, és felszámolta az egyiptomi államot. Cakkompak bekebelezte, ezzel gyakorlatilag megduplázta a török birodalomnak a területét, és az állami jövedelmeket pedig megsokszorozta. Tudni kell, hogy a középkorban Egyiptom volt a leggazdagabb muszlim állam a térségben, mert hogy Egyiptom területén keresztül haladtak azok a kereskedő utak, amin az ázsiai luxuscikkeket vitték a földközi tenger irányába, Európába, és az egyiptomiak ezt mindig nagyon jól meg tudták vámolni. És a vámbevételekből óriási haszon származott a kincstárnak. Onnantól kezdve, hogy 1516-17-ben Szelim szultán megszállta Egyiptomot, onnantól kezdve ez a gazdagság mind a törököket gyarapította. Ennek megfelelően a 1520-as évekre Törökország az akkori világ második legerősebb hatalma lett. Egyetlen egy hatalom volt, aminek nagyobb népessége, nagyobb hadserege és nagyobb állami bevétele volt ekkoriban, az Kína. Szerencsére a kínaiak nagyon messze voltak, szerencsétlenségünkre a törökök meg a szomszédban. 1000 szemben a Magyar Királyság lényegében az azt megelőző 500 évben nem változott. Kárpát-medence az egy annyira ideális, természetes keretet biztosította a magyar államnak, hogy voltak ugyan különböző hódítási kísérletek a legkülönbözőbb irányba, de Magyarország nem vált egy hódító nagyhatalommá, mint a törökök. Más is volt, ennek a keresztény királyságnak más is volt a berendezkedése. Megpróbálták ugyan a magyar uralkodók vazalus államokkal körbevenni a magyar területeket, különösen a Balkánon, de ezek a vazalus államok az 1500-as évek elejére majdnem mind elestek. A törökök erősebbnek bizonyultak, és ezeket bekebelezték, illetve hát időkérdése volt, hogy mikor fogják bekebelezni. És akkor itt vannak a kőkemény számok, amiből látszik, hogy a török birodalom az 1520-as évekre nagyjából minden tekintetben ötször olyan erős volt, mint a Magyar Királyság. Akár a területet nézzük, akár a népességet, akár az állami adóbevételt. És hát az a helyzet, hogy ha meg az állandó katonaságot nézzük, akkor a török hadsereg még erősebb is volt, mint a magyar. Ugye ez nem az állam egész hadserege, hanem az a katonaság, amit állandóan fegyverben tartanak. Magyarországon ez úgy nézett ki ebben az időszakban, hogy volt 7000 határvédő katona a déli határon, és volt néhány olyan állami főméltóság, aki állandóan fegyverbe tartott néhány százat, 400-at. A király volt a legerősebb a saját bandériumával, az 1000 fős bandérium volt. Ezzel szemben a törököknek 40000 katonája volt a határokon, és 18000 katonát tartottak a szultán mellett Isztambulban. Tehát érezhető a különbség. Ez nem sok jót jelent az álmos könyvek szerint. 17. században volt egy francia hadvezér, aki azt mondta, hogy Isten mindig az erősebb zászlóaljakkal van. Nagy számbeli különbséget csak akkor lehetett ebben a korban kiegyensúlyozni, ha minőségbeli különbség volt a katonaság között. De hát az a helyzet, hogy a törököknél a minőséggel sem volt semmi baj. Mi volt az, ami a magyarokat oltalmazta ezzel a hatalmas haderővel szemben? Ez a déli végvárrendszer, amit még Zsigmond király kezdett el kiépíteni a 15. század elején, és aztán minden uralkodó tovább bővített. A dolog logikája az volt ebben az időszakban, hogy miután a törökök annyian voltak amennyien, nyílt mezőn nem volt nagyon szerencsés dolog szembeszállni velük, ezt gyakorlatilag szinte mindenki, aki kipróbálta, a kudarcot vallott.
Zsigmond király elveszítette a nikápolyi csatát, a Hunyadi János, nagy törökverő hadvezérünk, akit ugye így ismerünk, az két mohácsi csatát veszített el a törökökkel szemben, egyet 1444-ben Várnánál, ott halt a magyar király, ott halt a magyar hadsereg nagy része, aztán 1448-ban Rigómezőnél, ott meg az egész komplett hadsereg ott maradt, alig néhányan jutottak haza. Ezek után gyakorlatilag Szikla Szilárd elvé vált a magyar hadvezetés számára, hogy nyílt csatát a törökökkel kerülni kell. Olyan mennyiségi fölényben vannak, hogy ezt a magyar katonaság minősége nem tudja ellensúlyozni. Ennek ellenére, és ez is egy fontos dolog, a magyar királyság nem volt egy gyönge ország Európában. És ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert nem mindegy, hogy mihez viszonyítjuk az országunk erejét. Ugye van egy híres amerikai pszichológus, aki írt egy tréfás könyvet arról, hogy hogyan rontsák el az emberek az életüket, jó tanácsokat ad hozzá, és az egyik jó tanács az, hogy hasonlítsuk magunkat zsenikhez, ugye? Tehát Mozart 5 éves korában megírta az első szimfóniáját, Nagy Sándor 33 éves korában meghódította az ismert világot, mire jutottam én, szól a kérdés. Ugyanez a helyzet az államokkal is. Mindig minden rosszat el lehet mondani a középkori magyar királyságról, hogyha a török birodalomhoz hasonlítjuk. De ha a korabeli keresztény Európa keresztény királyságaihoz hasonlítjuk, akkor ki fog derülni, hogy a magyarok semmivel nem voltak gyöngébbek, mint az angolok, a spanyolok, vagy a franciák ebben az időszakban. A magyarok csak pekesebbek voltak, hogy a törökök volt a szomszédjuk. Valójában ebben az időszakban Európa egyetlen egy állama se lett volna képes föltartóztatni a török hódítást. Több szerencsével jártak, mint mi, nem jutottak el odáig a törökök. Ezt a kis táblázatot csak azért készítettem, hogy láthatóvá váljon, hogy az, hogy a magyar királyságnak 9000 állandóan fegyverben tartott katonája volt, az önmagában egy óriási teljesítmény és teher volt az országra, mert ebben az időszakban Anglia 3000 ember tartott fegyverben, a spanyolok 2500-at, a lengyel királyság, ahol a 15. század végén létrehozták a határőrséget, és a lengyel történészek büszkén írják, hogy 1100 embert, és a legnagyobb állandó haderővel a francia királyság rendelkezett, ingadozó létszám mellett 10-15 ezer katona volt állandóan fegyverben tartva. Ennek megfelelően egyébként tegyük hozzá, hogy a franciák állandóan háborúztak is, állandóan abajgatták a szomszédjaikat, és Itáliában kerestek maguknak új területeket. Ehhez képest a magyar királyság haderejének nincs szégyenkezni valója. Egy apró probléma van ezzel, hogy Anglia is, Spanyolország is, és a francia királyság is sokkal gazdagabb volt, már akkor is, mint a korabeli Magyarország. Ezért aztán ezt a 9000 katonát nem volt miből finanszírozni. Szükség volt rájuk, de az állami bevételek és kiadások azok mindig deficitesek voltak. Gyakorlatilag az ország hitelből finanszírozta a saját védelmét. És ebben nem volt különbség a különböző királyok között, ugyan szeretik azt hinni egyesek, hogy Mátyás király alatt ez másként volt, alatta se volt másként, ő se fizette ki a katonáit, ő se fizetett rendesen zsoldot. Amikor meghalt, a híres fekete seregnek több százezer forinttal tartozott. Pontosan lehet tudni, mert megvoltak a kötelezvények utána. Ez azért nem zavart sokáig senkit Magyarországon, mert Mátyás külföldön háborúzott, a cseheknél, meg Ausztriában, és a fizetetlen zsoldosok, hogyha ott raboltak, fosztogattak, az nem a magyarokat bántotta. Abban a pillanatban, amikor Mátyás halál után hazahozták a fekete sereget, és leküldték őket a határra, a déli határa, és ugyanúgy nem fizettek nekik, mint addig, és ezek ott elkezdtek fosztogatni, abban a pillanatban hatalmas teherré vált Mátyás híres hadserege, úgyhogy Mátyás híres hadvezére, Kinizsi Pál egyszerűen szétverte ezt a zsoldos hadat a saját katonáival. Így szűnt meg a fekete sereg. Hát szanálták a magyar költségvetést, minden elfogott zsoldossal aláírattak egy nyilatkozatot, hogy neki többé anyagi követelése a magyar állammal szemben nincsen. Aztán átrakták őket a határon Ausztriába. A
Az, ami közvetlenül a Mohácsi csata előzményei közé tartozik, és ami egyébként még a Szulejmán című sorozatban is előkerült, hogy meghalt Szelim szultán, és 1520-ban a fia Szulejmán lépett az Oszmán Birodalom trónjára, és tudni kell, hogy a korabeli viszonyok között nem az államok kötöttek egymással szerződést, nem az államok üzentek hadat, és nem az államok kötöttek békét, hanem az uralkodók. És a korabeli jogszokások szerint, ha egy uralkodó meghalt, akkor az összes általa kötött szerződés is érvényét veszítette, amíg az utódai újra nem kötötték azokat. Így aztán hiába kötöttek a magyarok Szelim szultánnal békeszerződést, illetve fegyverszüneti szerződést 1519-ben, azzal, hogy a szultán meghalt, automatikusan beállt a hadi állapot Magyarország és a török birodalom között. A törökök küldtek egy követet Budára 1520 őszén, az új szultán trónra lépésének hírével, meg azzal a javaslattal, hogy újítsák meg a békét. A magyarok meg azt mondták, hogy jó, tárgyaljunk róla, a követ, tehát vendégül látták Budán, és közben elküldték a magyar követeket Európába, az európai keresztény országokba, hogy megkérdezzék, kössön-e Magyarország békét a törökökkel, vagy ne, fogják-e a nyugati keresztény hatalmak segíteni egy török ellenes háborúban a magyar királyságot, vagy sem. A válasz elutasító volt, úgyhogy 1521-ben a magyar királyság szeretett volna már békét, tehát aláírni a békeszerződést a törökökkel, de valójában, mint kiderült, a törökök már rég elhatározták, hogy meg fogják támadni Magyarországot. Már akkor tudták ezt, amikor elküldték a békekövetet, ugyanis a birodalom elkezdte a hadikészülődéseket 1520 őszén, és 1521 tavaszán a török hadsereg már megindult Magyarország ellen. A hadjárat az beláthatatlan következményekkel járt, mert ekkor sikerült a törököknek elfoglalni Nándorfehérvár várát, ami valójában a déli végvárvonal kulcsa volt. Ez volt az egyetlen olyan jelentős erődítmény, ami, hogyha nem került török kézre, akkor a törökök nem tudnak behatolni Magyarország területére, emellett nem lehetett elsétálni a korban. Azért van nagy jelentősége Nándorfehérvárnak, mert két folyó torkolatánál épült, a Száva és a Duna folyó torkolatánál épült, és innen ellenőrzés alatt lehetett tartani a folyókat, mint közlekedési útvonalakat, és a korban egy olyan nagy hadsereg, mint a törököké, a folyón szállított utánpótlás nélkül nem tudott mozogni. Tehát amíg a Duna mentén álló magyar várakat a törökök el nem foglalták darabról darabra, addig a török hadsereg nem tudott behatolni Magyarország belsejébe, mert nem lett volna élelme, nem lett volna utánpótlása, nem lett volna muníciója, nem lettek volna ágyúi, mert mindezt a korabeli viszonyok között a folyón szállították hajókon. Fontos dolog látni, már ebben az évben is, nagyon sok tanúsággal szolgál az 1521-es hadjárat, hogy a törökök mindig korábban mozdulnak, mint a magyarok. És emiatt nagyon sokat korholták a korabeli Magyarország vezetőit, például a történészek, így több száz év távlatából, a karosszékből, az íróasztal mögül. De ez nem a véletlen műve, Kubinyi András kiváló középkor kutató rakta össze végül is a mozaik darabokat. Két teljesen különböző államberendezkedés volt a két hadsereg mögött. A törököké egy közel-keleti típusú birodalom volt, hatalmas, fejlett adminisztrációval, bürokráciával, és ugye ők voltak a támadók fél, ők tudták, hogy mikor, merre fognak indulni, és a hadjáratokat egy évre előre megszervezték. Tehát adott év őszén kimentek a parancsok a tartományokba, hogy szedjék össze az élelmet a katonaság számára, halmozzák föl raktárakba, amit majd a következő év tavaszán fognak megenni a fölvonuló hadak. És ennek köszönhetően, ennek az élelmezési ellátási rendszernek köszönhetően a törökök akkora hadseregeket voltak képesek mozgatni, amit Európában soha senki nem tudott még elképzelni se. 60-80 ezer fős hadseregeket tudtak a hadszíntérre küldeni. Most ezzel szemben a korabeli Európában a maximális létszám kb. 30 ezer fő volt. És nem csak 1526-ban, de ez így volt a 17. század végéig. Biztosan fognak hallani a következő előadótól erről a témáról is. Akkor sikerült kiverni a törököket Magyarországról a 17. század végén, amikor a keresztény Európában a logisztika és az ellátási rendszer és a pénzügyi rendszer fölnőtt a
török birodalom szintjére, és már a keresztények is képesek voltak 60 ezer embert kiküldeni a csatatérre. Nem 20-at, nem 30-at, hanem pontosan akkora hadseregeket, mint amivel a törökök rendelkeztek. Van egy másik nagy probléma ezen kívül, hogy más a logisztikai és mozgósítási rendszer. Bocsánat, a magyar rendszerről még nem beszéltem. Magyarországon önköltséges alapon ment a hadakozás. Mindenki saját maga viselte a költségeket, maga hozta a felszerelést, és magának kellett biztosítani az ellátását is. A kormányzat csak annyiban szólt ebbe bele, hogy limitálta az árakat, hogy ne lehessen nyerészkedni a katonaságon. De nem voltak központi raktárak, nem voltak központi készletek, és senki nem is tudott volna ilyet előállítani ebben a korszakban még. A szomorú helyzet az, hogy egy átlagos, középkori európai királyság sokkal kevésbé volt szervezett és bürokratizált, mint mondjuk a török birodalom. Az államigazgatásban a törökök messze Európa előtt jártak akkor még. És nagyon sokat kellett Európának fejlődnie ezen a téren is, meg pénzügyi téren is, hogy föl tudják venni a versenyt a törökökkel. A törökök következő előnye az volt, hogy titokban tudták tartani, hogy mit fognak megtámadni. Ugye gyakorlatilag mindenki az ellenségük volt a határaik mentén, és rengeteg dezinformációt szórtak szana szél a világba, mert azt ugyan a külföldi diplomaták és kémek látták, hogy valami készül Isztambulban, hogy javítják a fegyvereket, hogy öntik az ágyukat, hogy toborozzák a katonaságot és hordják össze az élelmet, de ebből még mindig nem lehetett kitalálni azt, hogy hova is megy ez a hadsereg. És a törökök gondoskodtak arról, hogy mindenféle hírek kerengjenek. Ha mondjuk az már biztos volt, hogy Magyarországot fogják megtámadni, akkor is elhintették a hírt, hogy a szultán Erdély ellen készül. Még arra is képesek voltak, hogy hidat verjenek a Dunán Havasalföld felé. Teljesen fölöslegesen soha senki nem akart átmenni a hídon. Azért gondolhatják, hogy ebben a korban egy Dunahíd előállítása emberi erőforrásban, pénzben rendkívül költséges volt. Nem voltak hidak a Dunán. Elszórtak annyi pénzt és elpazaroltak annyi munkát, csak hogy megtévesszék a magyarokat azzal a hírrel, hogy Erdély ellen készül a szultán, mert hiszen akkor mi történt? Az erdélyi vajda, meg az erdélyi nemesség és a szászvárosok és a székelyek küldték a segélykérő követeket Budára, hogy biztos tudomásuk van róla, hogy a török Erdélyt fogja megtámadni, úgyhogy a király küldjön pénzt, katonát, fegyvert, ágyút, lőport, mert ide készül a török. Aztán egy héttel később megjöttek a horvát követek Budára, akik elmondták, hogy a horvát nemességnek biztos tudása van arról, hogy a törökök Horvátországot fogják megtámadni, mert gyűjtik a katonákat, gyűjtik az élelmet. Budán meg mindenki nézett szét, hogy most akkor mi fog történni. Megvan a Budán tartózkodó pápai követnek a jelentés, aki azt mondta, hogy az, hogy a törökök mit fognak megtámadni, azt egészen biztosan majd csak az év májusában fogja tudni megírni a pápának, amikor a török hadsereg már ott áll a Szávánál. Tehát a magyar határnak elér arra a pontjára, amilyen irányba tovább akarnak menni. Egyébként vakon tapogatózik a korabeli magyar felderítés arról, hogy a törökök mit támadnak. Erről már beszéltem, hogy a magyar királyság hadserege Mohácsnál a törökökéhez képest kicsi volt, de semmivel nem volt kisebb, mint a korabeli európai hadseregek, és nem volt kisebb, mint a korábbi magyar hadseregek. És akkor térjünk át magukra a hadseregekre, hogy nézett ki a török hadsereg, és hogy nézett ki a korabeli magyar hadsereg. Mert ugye elhangzott, és ez is nagyon jó hozzászólás volt, hogy a törökök mennyire korszerű katonasággal és fegyverzettel rendelkeztek. A török hadsereg magját az az Isztambulban állomásozó állandó zsoldos hadsereg alkotta, akik tulajdonképpen a szultán testőrségeként működtek. Ennek volt egy lovassági része, meg volt egy gyalogsági része. A lovasság az kb. 5000 főből állt ebben az időszakban, valószínűleg szinte mindenkit elhoztak Magyarországra. Ezek voltak a legjobban felszerelt és legjobban kiképzett török lovasok. Ott a felső sornak a bal oldalán, illetve hát igen, önöknek a bal oldalon látható egy páncélozott lovas, akinek a lova is vértezett. A törököknek is volt nehéz lovassága, csak nagyon kevés, kb. 500 ilyen török lovas harcolt a török seregben. A török lovasság nagy része az könnyű fegyverzetű, vagy könnyebb fegyverzetű lovas volt. A páncélos lovas mellett látható két gyalog
ezúttal ló nélkül, de valójában ők is lovon harcoltak. Sisakban, sodronyinkben, íjjal és kopjával voltak felszerelve. Ezek viszonylag mozgékony lovasok voltak, ők voltak a spáhik. Ezekből volt vagy 40 ezer a török hadseregben, tehát már 45 ezernél tartunk. És akkor az alsó sorban van az az úgy a magyar irodalomban irregulárisnak nevezett török lovasság, az akindzsik, akik egyébként derék parasztok voltak a Balkánon, csak a török birodalom kormányzata adómentesség fejében katonáskodásra kényszerítette őket. És ha már muszáj volt katonáskodni, akkor próbáltak hasznot húzni belőle. Ezt a társaságot arra használta a török kormányzat, hogy az ellenséges területeket rabolja. Tehát ők sokkal inkább voltak rablók, mint katonák, de azért, ha verekedni kellett, akkor időről időre megállták a helyüket. Egyébként a mohácsi csatában is így írták be a nevüket, ők rabolták ki a magyar tábort. Még mielőtt bármilyen harci cselekményben részt vettek volna a magyar hadsereggel szemben. Essék szó a török gyalogságról. A felső sornak a bal oldalán egy kékruhás janicsárt lehet látni, ők a törököknek a leghíresebb gyalogosai. Szintén Isztambulban állomásoznak, körülbelül 8000 fő van belőlük a szultánnak ebben az időszakban. Egy részüket ekkor már lőfegyverrel is felszerelték, tehát ők a legkorszerűbben felszerelt török gyalogosok. Ugye ők attól váltak híressé, hogy ők rabszolgák. Méghozzá keresztény gyerekekből kinevelt katonák voltak, akiket a Balkánon keresztény családoktól szedtek össze adó fejében. Tehát úgy volt egy-egy család adómentes, hogy időnként a fiúgyerekeket elvitték 5 évenként, 10 évenként a falvakból. Kiadták őket vidékre, török gazdákhoz nevelésre, áttérítették az iszlám hitre, és amikor megerősödtek, és a fizikai munkától is megerősödtek, meg lélekben is kellőképpen muszlimán váltak, akkor beküldték őket a kaszárnyába, és katonát neveltek belőlük, elsajátították a fegyverforgatás csinyát, binyát, és miután állandóan kaszárnyában kellett élniük, ekkor még nem nősülhettek, ezért őket rendszeresen gyakorlatoztatták. Úgyhogy ez volt a legprofibb török gyalogság ebben a korban, és azt kell mondjam, hogy ilyen minőségű gyalogság Európában nem nagyon akadt ebben az időszakban, máshol sem. És ezen kívül volt egy nagy gyalogos tömeg, amit szintén főként adómentességért katonáskodó parasztokból állított ki a török hadsereg. Ugye ezért voltak annyian a törökök amennyien. De ezeket ritkán használták nagymezei csatáknál, útépítésre, szállításra, ostrommunkálatokra, árokásásra, ilyesmire alkalmazták őket elsősorban. Az 1526-os hadjárat esetében a török forrásokból nem tudunk róla, hogy túlságosan sok ilyen parasztkatonát hoztak volna magukkal. 1521-ben viszont 10 000 adómentességért szolgáló azabot hoztak, hát ugye akkor volt Nándorfehérvár ostroma, az ostromhoz bizony jól jött ez a katonaság. Ezzel szemben a magyar hadsereg némileg másként is nézett ki, meg másként is tevődött össze. Ugye a magyaroknak volt egy olyan csapatneme, amely a törököknek nem volt, ez a nehéz lovasság. Ez egy tipikus nyugat-európai típusú csapatnem. Ugye a lovagok, mindenki ismeri, talpig páncélban harcolnak. Ezek voltak a középkor tankjai. Ezek gyakorlatilag a hagyományos fegyverekkel szinte sebezhetetlen figurák voltak, legalábbis akinek sikerült teljes páncélzatra szert tenni. A 19.-20. században nagyon sok mókás félreértés társult ehhez a társasághoz. Ugye elterjedt az a tévhit, hogy emelő nélkül nem is tud felszállni a lovára, mert olyan nehéz a páncélja, meg hogyha leesik a lóról, akkor nem tud többet fölkelni, mert olyan nehéz a páncélja. Valójában az a helyzet, hogy ezek a páncélok 25-30 kilót nyomtak, és láttam videókat olyan hagyományőrzőkről, akik kipróbálták a viselését és a használatát, és cigánykerekezni lehet benne, vagy bukfencezni éppenséggel. Tehát maga a súly az nem olyan mértékű, hogy érdemben korlátozná a mozgást. Ugye az a lényeg a dolognak, hogy minél inkább védje az ember testét, szinte hézagmentesen zár. Azt kell tudni erről a társaságról azon kívül, hogy nagyon drága az ilyen felszerelés, és csak gazdag emberek engedhetik meg maguknak, hogy
Pont azért, mert ennyire sebezhetetlenek benne a harcosok, ezért nagyon bátran bele tudtak menni olyan veszélyes helyzetekbe, ahol a rosszabbul felszerelt katonák nem próbálkoztak volna. A törökök nagyon nem szerették őket, és nagyon féltek tőlük. A mohácsi csatáról szóló török forrásoknak majdnem mindegyikében benne van az, hogy a csata előtt a nagyvezírnek, a Szulajmán sorozatból jól ismert Ibrahimnak, a határvidéki bégek azt mondják, hogy egy dolgot kell mindenképpen elkerülni, hogy szembe kerüljön a török lovasság ezekkel a páncélosokkal, mert ezeket nem lehet megállítani, ezek legázolják a török lovasokat. Ugye hatalmas lovakon, jóval nagyobb lovakon harcoltak, mint a törökök. Nem nagyon volt más ellenszere a korban ennek a lovasságnak, csak a tűzfegyverek. Akkor kezdődött meg a páncélok és a puskák meg az ágyúk versenye, és akkor éppen a puskák álltak nyerésre. Egy ilyen páncélnak a vastagsága a frekventált helyen mondjuk 2 mm, a hátán meg 1 mm. Ezeket a korabeli lőfegyverekkel át lehetett lőni, szerencsés esetben. Úgyhogy mindenki arra trenírozta a katonaságát, és az volt a hadvezérek célja, hogy valahogyan az ellenség lovasságát azt a saját puskái elé csalja. Mert akkor lehetett hatékonyan tüzelni rájuk. Sok dobása nem volt a puskásoknak, tegyük azért ezt hozzá, mert a hatékony lőtáv nagyon kicsi volt, a lovasok meg nagyon gyorsak. Nagyjából egy puskás katona egy lövést tudott leadni, mielőtt elérték volna az ellenfél lovasai. Ezért találtak aztán ki olyan trükköket, mint hogy soronként sortüzet lőni, úgy tűnik, hogy a törökök ezeket már ismerték is. De ismerték a magyarok is ebben a korban. A magyar lovasság zöme azonban nem ilyen nehéz páncélos, drága fegyverzetű katona volt, hanem olyan könnyű lovas, vagy könnyebb fegyverzetű lovas, akiket aztán a 16. században huszároknak kezdtek hívni, szintén sodronyinkben, törökös sisakban, jellegzetes tárcsapajzsal és kopjával felszerelve. Ez egy nagyon praktikus lovasság volt különösen a határvidéken, mert lehetett használni portyázásra, az ellenség területek dúlására, de nyílt mezei harcban csatalovasságként is be lehetett vetni. Belőlük volt a legtöbbük, vagy voltak vagy 10 000 a csatában. Aztán végül a magyar gyalogságról. A magyar hadsereg gyalogsága kétféle összetevőből állt ebben az időszakban. Egyrészt voltak a magyarországi toborzású gyalogosok, róluk viszonylag keveset tudunk. Törvény szövegek szerint ezek mindig puskások. Pixidiariusként emlegetik őket a korabeli törvények. Nincs tudomásunk arról, hogy különösebben védőfelszerelést viseltek volna. Nyilván volt valami szálfegyverük, baltájuk, szabjájuk, kardjuk. Mellettük az elit gyalogság a magyar oldalon azok a külföldi zsoldosok, akiket Csehországból és Lengyelországból toboroztak, méghozzá a pápai segélypénzből, mert a nyugat-európai támogatók közül egyedül a pápának sikerült időben eljuttatni a pénzsegélyt Magyarországra, és ezt nagyon hatékonyan több ezer cseh és lengyel zsoldos fölfogadására fordították. Manapság kevésbé ismert, de ebben a korban Közép-Európában a csehek voltak a svájciak. Tehát amilyen híresek a svájci zsoldosok Nyugat-Európában, olyan híresek voltak a cseh zsoldosok Közép- és Kelet-Európában. A saját korukban rettenthetetlen harcosok, jól felszerelve, és egyébként nagy részük szintén lőfegyvereket, puskát használt már ebben a korban, tehát körülbelül a 4000 zsoldosból vagy 3000-nek biztos, hogy lőfegyvere volt. És el is jutunk oda, hogy pontosan lehet tudni, a törökök mennyi puskát hoztak magukkal Mohácsnál, mert a remek adminisztráció összeírta, hogy milyen fegyvereket vittek magukkal a hadjáratra, és a török janicsároknak pontosan 4000 puskája volt. Ezzel szemben a magyar oldalon is körülbelül 4000 lőfegyverrel lehet számolni. Lássuk a tüzérséget. A törökök gazdagok, hatalmas ágyúparkjuk van, és meg tudják venni a know-how-t is. Európai szakembereket hívnak az országukba, hogy az ágyúöntést bonyolítsák le. Ugye egy korai és híres példa az egy erdélyi ágyúöntőmester, Orbán mester, aki 1453-ban Konstantinápoly ostromára önt a szultánnak ágyút. Derék keresztény ember volt ő, először elment a bizánci császárhoz, hogy ágyút öntsön neki, az azt mondta, hogy ő örülne neki, de nem tudja megfizetni.
Erre Orbán azt mondta, hogy a törökök meg tudnak fizetni, akkor nekik önt ágyút. Nagyon sokan voltak akkoriban így, nem csak Orbán. Megint csak hála a török bürokráciának, fönnmaradtak a kimutatások, hogy mi és hogyan készült az ágyúöntő műhelyekben. 1520 és 26 között kb. 800 ágyút öntöttek a konstantinápolyi ágyúöntő műhelyben. Az óriási szám. Ebben az időszakban egy átlagos európai hadsereg 8, 10, 15, maximum 20-25 ágyút itt magával. A törököknél nem tudjuk a pontos számokat, de kb. 300 ágyú volt a mohácsi hadjáraton. Igaz, hogy ezeknek nagy része kicsi, kiskaliberű ágyú, csak hát mezei csatában pont ezeket lehet a legjobban használni. Most ezekkel szemben a magyaroknak volt kb. 80 nagyobb ágyúja, és 500 úgynevezett szakállas puska, amik kisebbek, mint az ágyúk, de gyakorlatilag ágyúként funkcionáltak a 16. században. Ez egy ilyen átmeneti fegyver volt az ágyú és a kézi puska között. Kézben nem lehetett megtartani, mert olyan hosszú volt a csöve, és olyan nehéz volt, hogy mindenképpen le kellett támasztani, ezért volt rajta a szakál. Ezt akasztották bele abba az alkotmányba, amire ez rá volt téve. Várfalra is előszeretettel használták, de ebből 500 darab nagyon sok. Fönnmaradtak kimutatások arról, hogy a 16. században Prága vagy Bécs városát 5-600 szakállas puskával védték. Tehát ez egy európai főváros védelmére elegendő szakállas puska mennyiség. Tehát összességében azt kell mondani, hogy még a tüzérség tekintetében is közel hasonló volt a helyzet a két hadsereg között. A hadjáratnak egyéb eseményéről én most nem ejtenék különösebben szót. Lényeg a lényeg, hogy a törökök átkeltek a Dráván, ezt a magyar hadsereg nem tudta megakadályozni, és innentől kezdve valójában két lehetőség volt a magyar hadvezetés számára. Vagy minél hamarabb megütközik a török hadsereggel, vagy visszavonul Budáig, vagy még messzebb. Ugye itt szó esett arról, hogy nem értek oda az erdélyiek sem, meg a horvátok sem a mohácsi csatába. Akik a visszavonulást javasolták, azok azért javasolták ezt, mert azt mondták, hogy be kéne várni az érkező segélycsapatokat, segédhadakat. Nem csak az erdélyek és nem csak a horvátok nem értek oda, de a csehek sem. Ugye második Lajos az nem csak magyar király volt, hanem cseh király is. És igaz ugyan, hogy a zsoldosokat gyorsan lehetett Csehországból mozgósítani, és ők odaértek a magyar táborba a csata előtt, de az országos hadsereg, Csehország hadserege, ami kb. 8-10 ezer főt tett ki ebben az időszakban, és amit a magyar segítségkérés nyomán a cseh országgyűlés megszavazott, felszerelt és elindított, az még útban volt ebben az időszakban. Nem különböző kontingensekben jöttek, nagyjából Győr-Székesfehérvár között járhatott ez a hadsereg, amikor a csatára sor került. Tehát racionális érvek szóltak amellett, hogy vissza kéne vonulni. Különösen a táborban lévő cseh urak javasolták ezt, mert hogy azért néhány ezer cseh katona mégiscsak eljutott a csata előtt. Ugye különösen azok a csenemesek és mágnások, akik szerettek volna a király kegyébe bekerülni, azok csipkedték magukat és megerőzték az országos hadsereget. A magyar hadseregben viszont egy ilyen hurrá optimista hangulat uralkodott, különösen a tapasztalt katonaságnál, akik már többször összecsaptak a törökökkel, mert hogy az előző évek tapasztalata az volt, hogy a törökök mindig többen vannak, mint ők, de mindig megismerik őket ennek ellenére. Említettem az 1523. évi Száva-Szentdemereteri győzelmet, akkor egy 10-15 ezres török hadsereg tört be Magyarországra, amit egy 4000 főből álló magyar hadsereg lényegében teljesen megsemmisített. Részenként tudták megverni a törököket. Úgyhogy a tapasztalt magyar katonák azok azt mondták, hogy nem gond az, hogy a törökök sokan vannak, mi jobbak vagyunk, és ez a hangulat ez átragadt a vezérek egy részére is. Ugye mondhatjuk azt, hogy a 25 ezer ember kevés, csak ha hozzátesszük azt, hogy ebben a korban a nagyobb városoknak az összlakossága az 4-5 ezer fő Magyarországon. A legnagyobb városi konglomerátum, ami akkor Buda, Pest és Óbuda volt, tehát három városban lakott összesen 10-12 ezer ember. Ez azt jelenti, hogy amikor ez a 25 ezer ember összejött abban a táborban, akkor a résztvevők soha életükben ennyi embert egy helyen még nem láttak. Az, hogy ez milyen ellátási problémákat okozott, az egy
külön történet, de azt gondolom, hogy egyszerűen a nagy tömeg, mint ahogy mind a mai napig a tömeg ereje attól nő meg, hogy látják az emberek, hogy ők sokan vannak. Itt is valamiféle ilyen hatást váltott ki az, hogy ekkora haderő gyűlt össze egy helyre, és a katonák elkezdték követelni a vezérektől a harcot. Brodarics, Magyarország kancellárja készített egy visszaemlékezést a csata után, és ő részletesen leírta, hogy az a határvidéki katonaság, aki folyamatosan harcolt a törökökkel 1526-ban, az a Mohácsi csata előtt gyakorlatilag ultimátumot adott a magyar hadvezetésnek, hogy ők mindenképpen harcolni fognak, ha a király odahozza a saját csapatait, akkor a törökökkel, ha a visszavonulást választja, akkor vele. Akkor ők meg fogják támadni a törökök orra előtt a királyi tábort, ők nem hajlandók egy tapottat sem visszavonulni, ők nem hajlandók az ország területét feladni. Ugye látni kell azt, hogy egy ilyen visszavonulás azzal járt volna, mondjuk Budáig, hogy a törökök elpusztítják az ország kellős közepét, tehát hogy a Dunán túl az hamuvá és porrá lesz. Ezek között, a fenyegetések között döntött úgy a magyar haditanács, hogy akkor Mohácsnál meg fognak ütközni. Itt van Mohács mezőváros, itt meg az a mezőség, ahol valahol a csata folyt. Különböző kutatók különböző hipotéziseket állítottak föl, nekem is van erre elképzelésem. Nem tudni, hogy úgy volt-e. Én hiszem, hogy úgy volt, de teljes bizonyítást addig nem nyer a dolog, amíg régészek valami olyan nyomot nem találnak, ami egyértelművé teszi az egész történetet. A leírásokból kiderül, hogy a magyarok Mohácstól kb. 4 kilométerre vertek tábort, és a táboruk előtt álltak napról napra a csatarendbe. A törökök meg valahol ezen a dombvonulaton közeledtek, és a csata is valahol itt a dombvonulat előtérében, vagy magán a dombvonulaton zajlott le. Hogy jó volt-e a magyar haditerv, vagy rossz volt a haditerv, ugye erről is szó volt, jól álltak-e föl, vagy nem jól álltak föl. Gyakorlatilag a 1970-es évekig, Perés Géza munkásságáig minden magyar történeti és hadtörténeti munkában azt lehetett olvasni, hogy ez egy tökéletesen elhibázott dolog volt. A szegény katonaság ott állt egész nap, augusztus 29-e van, a tűző napon teljes páncélban, és csak várták a törököt, kimerültek, és már az is baj volt, hogy ott álltak. Na most, ez megint olyan vélemény, amit emberek íróasztal mögött tudtak megfogalmazni, mert ha belegondolnak abba, hogy mennyi ideig tart 25 ezer embert fegyverbe öltöztetni, aztán 25 ezer embert elhelyezni valamiféle rendben egy mezőn, hogy ez hány órát vesz igénybe, és hogy vajon, amikor a török már ott van a csatatér szélén, akkor van-e erre lehetőség, hogy ezt megtegyék a magyar táborban, akkor könnyű belátni, hogy nem. A valósága az, hogy a törökök is hajnal óta teljes harcrendben és teljes fegyverzetben masíroztak Mohács felé, mert tudták, hogy ők se tehetik azt meg, hogy majd a magyarok orra előtt próbálnak valahogy fölöltözni, beöltözni, páncélba bújni, meg csatarendbe sorakozni. Aki ezt az elővigyázatosságot nem teszi meg, az már el is veszítette a csatát. Valójában számtalan példa volt rá a középkori hadtörténetben, hogy akit megleptek, és nem sikerült csatarendbe állni időben, az automatikusan vesztessé vált. Úgyhogy ezen biztosan nem múlt a dolog, sőt, azt kell mondjam, hogy a török leírások szerint az, hogy a felvonuló török hadsereg egy hadrendben álló magyar hadsereget látott maga előtt a Mohácsi mezőn, inkább elbizonytalanította a törököket. Ugye megint csak a sorozatból jól ismert Ibrahim nagyvezér meglátta ezt a hadsereget, és akkor azt mondta, hogy hát akkor lehet, hogy ma mégsem lesz csata. Igaz ugyan, hogy a szultán őt előre küldte egy akkora haderővel, már létszámban, mint amilyen a magyar király egész hadserege volt, és az lett volna a dolga, hogy megkezdje a csatát, de amikor ennek a domtetőnek a peremére ért és látta a felsorakozott magyar katonaságot, akkor azt mondta, hogy mégiscsak megvárjuk a többieket. Majd amikor már mindenki ideért, majd holnap, akkor majd megütközünk a magyarokkal, és nagyon érdekes intézkedéseket hozott. Délután a törökök elkezdtek tábort verni valahol itt ebben a térségben, ami ugye azzal jár, hogy a szolgák kibontják a málhát, emberek hátra mennek, hogy a sátraikat fölállítsák, meg beszélgetett ez a nagyvezír a akincsi bégekkel, a törökök felderítőivel, és azt a nagyon bölcs ötletet találták ki,
hogy az akincsiket elküldik a magyarok hátába, hogy majd ha másnap csata lesz, és a magyarok menekülnek, akkor a menekülőket támadják meg az akincsik. És amikor jól végezte dolgát Ibrahim nagyvezír, mert mindezt elrendezte, akkor elment a saját katonaságától megszemlélni valamiféle őrposztokat. Tehát döbbenetes, a hadsereg főparancsnoka, akinek a csatát le kéne vezényelni, az egyrészt az ellenség orra előtt elkezd tábort veretni, majd amikor ezen is túl van, akkor ott hagyja a saját katonáit. Mondván, hogy hát ma már úgyse lesz csata, délután 3 óra van. Itt van ez a dombocska. De hát a magyar vezérek ezt másként gondolták. Ugye pont az 1523. évi tapasztalat alapján a szerencsétlen magyar fővezér Tomori Pál, aki kényszerűségből vállalta el a fővezérséget, az egyetlen egy lehetőséget látott arra, hogy ezt a csatát valahogyan meg lehessen nyerni, hogyha nem egyszerre ütköznek meg az egész török hadsereggel, hanem sikerülne ők a törököket részenként megtámadni és megverni. És erre volt is egy halvány esély, mert a felderítők jelentették, hogy ez az óriási török hadsereg ez nem képes együtt mozogni. Egyszerűen ennyi ember nem fér el az utakon egyszerre. Úgyhogy a törökök úgy masíroztak, hogy elől ment ez a 30-40 ezer fős rumeliai hadtest Ibrahim nagyvezér vezetésével, aztán mögötte masírozott némi idő és távolsági különbséggel az anatóliai hadtest, az ázsiai csapatok, és legvégül ment a szultán a saját testőrségével, és ez az egész hosszú hadoszlopot követte a tüzérségnek a maradéka, meg a málha. És Ibrahim mindig egy nappal előtte járt a szultánnak. Ezt Tomoriék is tudták, úgyhogy amikor meglátták a törököket a domb szélén, akkor egyrészt azt remélték, hogy a törökök meg fogják támadni a magyarokat. De sajnos Ibrahim csalódást okozott a magyar vezéreknek, és akkor elkezdődött a tanakodás, hogy most mi legyen. Voltak, akik azt tanácsolták a királynak, hogy vissza kéne vonulni a táborba, hiszen ma már úgysem lesz csata, a törökök is elkezdenek sátorozni, imádkozni, nem fognak bennünket megtámadni. A Tomori meg azt mondta, hogy akármi is lesz, most mindenképpen lépni kell, mert most az ellenségnek egy kisebbik részével kell csak megütközni, később pedig az egész hadsereggel. Úgyhogy valamikor délután 3 és 4 óra körül a király kiadta a támadási parancsot, egy jeladó ágyút elsütöttek, és a magyar hadseregnek a jobb szárnya az megtámadta a vele szemben fölálló török bal szárnyat. Ugye, ahogyan említettem, előhaladt a rumeliai hadtest, ők alkották ebben az időben hagyományosan a török bal szárnyat, mögöttük haladt az anatóliai hadtest, ők alkották a török jobb szárnyat, és legvégül jött a szultán, aki rendszerint a centrumban szokott beállni. De utána 3 órakor ők még nem voltak a csatatéren. Tehát a magyarok csak idézőjelben ezt a 30-40 ezer fős rumeliai hadtestet láthatták, akik azonban gyöngébbek voltak a szokásosnál, mert egy részük el volt foglalva a táborveréssel, meg állítólag délutáni ima ideje is volt. Ezt a pillanatot használták ki a magyarok a támadásra, és bár az ellenség közel 3-szoros túlerőben volt, a jobb szárnynak a magyar lovassága az megfutamította a rumeliaiak lovasságát. Annyira megverték ezt a török seregtestet, hogy sokan egészen a szultánig futottak. A szultánnak fönnmaradt a hadműveleti naplója erről a hadjáratról, és ebben fehéren-feketén le van írva, hogy és meghozták a hírt a futók, hogy a csata elveszett, és meneküljön mindenki, amerre lát. Most nyilván a helyszínen ez így nézett ki, a szultán azért ezt másként gondolta, ő azt a parancsot adta, hogy mindenki siessen olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tud a harctérre, és vegye fel a harcot a magyarokkal. A magyar sikerben egy dolog volt csak problémás, hogy miután a török lovasságot szétkergették, a lovasság mögött ott találták a törököknek a megerősített ágyúsáncát, mögötte a janicsárokkal. Úgy tűnik, hogy a török ágyúk ekkor még nem voltak tüzelésre készen, tehát nem lőttek bele a támadó magyarokba. Nem lehet pontosan tudni, hogy a törökök hogyan is sáncolták el magukat itt, de egyre valószínűbbnek tűnik, hogy egy nagyon ősi rendszert használtak. Szekereket
kötöttek egymáshoz, és a közbülső réseket pedig állópajzsokkal, ilyen embermagasságú deszka alkotmányokkal töltötték ki. Ehhez ugye nem kellett árkotásni, ezt nagyon gyorsan össze lehetett rakni, tehát 1-2 óra alatt nagyon hosszú védelmi berendezés létrejött, és ezekre a szekerekre, illetve a résekbe állították bele az ágyúikat. Körülbelül 1 km hosszan, ezt onnan lehet tudni, mert ezt az egészet egy nagy lánccal összefogták, hogy ne lehessen kiemelni a szekereket ebből a védelmi rendszerből, és megmaradt a lánc hossza, tehát a török mértékegységben ez kb. 900 méter hosszú volt, elképesztő méretű berendezés. Úgy tűnik, hogy a magyar támadás ezelőtt a védelmi akadály előtt akadt el, ugyan nem teljesen, mert a magyar lovasság találékony volt és megpróbálta megkerülni a szárnyakon, és eljutottak az épülő török táborig. Tehát a leírások szerint a támadó magyarok bejutottak a török táborba, és ahogyan ez akkoriban szokás volt, elkezdtek fosztogatni. Mert hiszen a török tábor tele volt minden földi jóval, meg hát a török harcosok is gazdagok voltak, ebben a korban ebben nincs semmi különös, ezt minden katonaság és hadsereg így csinálta, de voltak kellemetlen következményei a későbbiekben. Tomori látva a sikert, hátra üzent a királyhoz, hogy be kéne vetni a tartalékot, a második magyar csatarendet a nehéz lovassággal, hogy megtörjék ezt a janicsárok és a tüzérségnek a védelmét. És mire a magyar nehéz lovasság fölvonult, addigra két dolog történt. Elsültek a török ágyúk, tehát addigra már tudtak a törökök tüzelni, és elkezdett megfutamodni a magyar jobbszárnak a könnyű lovassága. Nem nagyon értették a történészek a leírás alapján, hogy mi történhetett, hiszen a török ágyuk még a fölvonuló magyar nehéz lovasokat se találták el. Brodra is leírta, hogy egyszerűen a fejük fölött lőttek át. Igen, csak hogy ebben a korban az ágyuknak nem csak a golyója ártott a katonáknak. Ugye itt még a tűzfegyverek használatának a hajnalán vagyunk. Az a helyzet, hogy egy csomó olyan katona volt a magyar hadseregben, aki még nem látott ágyútüzet. A lovaik nem is voltak erre trenírozva. Később aztán erre idomították például a lovasságot, hogy ezt el tudja viselni. És ha a törökök valóban elsütöttek 150 ágyút, mert ennyi volt az előhadhoz kikülönítve, a füstös lőpor korában ez akkora füstöt csinált, ami beborította a csatateret. Tehát az ágyúknak a füstje és a hangja az adott esetben sokkal nagyobb kárt tudott tenni a magyar hadseregben, mint maguk a lövedékeik. Minden esetre úgy tűnik, hogy az, hogy a magyar hadseregben kitört a pánik, és elkezdtek menekülni egyes emberek a harctérről, az ennek a török ágyútűznek volt köszönhető. A tüzelő ágyúkkal és a janicsárokkal aztán a magyar nehéz lovasság és a királyi csapatok sem bírtak, és itt fordult meg tulajdonképpen a csatának a menete. A kezdeti nagy sikerek után itt a magyar előrenyomulás megtorpant, és egyre többen kezdtek el menekülni a csatatérről. Ugye ez is eléggé köztudomású, mert sok helyen le van írva, hogy hát milyen gyorsan veszítettük el az ország történelmének legdöntőbb csatáját. Van, aki azt írja, hogy egy óra alatt, a Brodarics másfél órát ír. Valójában ezek a számok úgy jönnek ki, hogy hát aki egy óra után elmenekült a csatából, az egy órát mondott utólag. A Brodarics valószínűleg másfél óráig volt ott, aztán ő is hátat fordított. Tehát azért a hadsereg nagy része az kitartott, és órákon keresztül küzdött itt a harcmezőn, mert még bőségesen volt kivel harcolni. Annak ellenére, hogy a magyar támadásokat itt a török tüzérség visszaverte. Ugyanis közben megjöttek az anatóliaiak is a jobb szárnyra. Mindaddig a magyar balszárny az tétlenül várakozott, mert tudták, hogy velük szemben is föl fognak vonulni a törökök. És aztán végül befutott a szultán is valamikor délután a saját csapataival. Úgy tűnik, hogy a magyar balszárny is megfutamította az anatóliaiakat. Tehát, hogy mind a két szárnyon sikereket értek el a magyarok. Egy cseh szemtanú leírása szerint ekkor volt egy rögtönzött haditanács a csatamezőn, ahol Tomori meg a király megvitatták, hogy mi a tendő. A Tomori azt mondta, hogy miután itt van az egész török hadsereg, most rosszra fognak fordulni a dolgok, és az uralkodónak el kéne menekülni. A király meg 20 éves volt, bátor volt, és azt mondta, hogy ő meg úgy látja, hogy mind a két török szárnyat sikerült megfutamítani, már csak a szultánt kéne legyőzni, és akkor meg vannak verve a törökök.
és ezután egy nagy lovassági támadást indított a szultáni csapatok ellen. Nagyon kevés forrásunk van, ami erről beszámol. Úgy tűnik, hogy a legtöbb krónikása az eseményeknek ebben vagy nem vett részt, vagy csak részleges tudása volt erről a dologról. De például Istvánfi Miklós, aki az események után 60-70 évvel később írta meg a krónikáját, ő úgy tudósított erről az eseményről, hogy a magyar támadás annyira sikeres volt, hogy a szultán testőrlovasságát azt beleszorították a janicsárok soraiba, és hogy egészen a szultán közelébe sikerült eljutni a magyar támadóknak. Nem sokan adtak hitelt ennek az Istvánfi féle kitételnek, de van egy olyan török krónikás, aki leírja azt, hogy három magyar vitéznek valóban sikerült eljutni a szultáni testőrségig. És itt a szultáni testőrség alatt azt a 60 embert kell érteni, akik a szultán személyére vigyáztak, tehát nem a sok ezer janicsárt. Úgy tűnik, hogy ha nagyon kevés embernek is, de végül is sikerült átverekedni magán a több ezres török tömegen, ami a szultán előtt állt föl. És hát ez egy nagyon kellemetlen pillanat lehetett Szulajmán szultánnak, mert a török szokás az volt, hogy a szultán lovának a lábát azt kibékőzték. Ő nem futhatott el a csatatérről, és ennek a 60 embernek kellett megoltalmazni az életét, bármi is történik körülötte. Hát, hogyha nem három magyar vitézről van szó, hanem 30-ról vagy 300-ról, akkor lehet, hogy másként alakul a dolog, de hát azért ezzel a három emberrel a 60 személyi testőr is elbírt. Ugye a török krónikások sosem mulasztották el leírni, mint derék muszlimok, akik nem isznak alkoholt, hogy hát ez három részeg ember volt. Azt gondolom, hogy miután a magyar oldalon mindenki bort ivott, víz helyett is, mert a korabeli higiénés viszonyok miatt gyakorlatilag a vízzel hígított bor volt a szomjoltó megoldás. Biztos, hogy készültek a legények a csatára, és ittak előtte bort. Az, hogy teljesen részegek lettek volna, azt nem hiszem, mert különben nem keverednek oda a szultán elé. Summa summarum, az utolsó jelentős magyar támadás, ami a szultán életét is veszélyeztette, az nem járt sikerrel. És utána nagyon kaotikus a történet, nagyon kaotikusak a beszámolók, egyre többen menekülnek el a magyar oldalon a csatából. Ugye azt lehet tudni, hogy végül a király is elmenekült néhány kísérőjével. Akik ott maradnak, mert nem tudnak elmenekülni, az a magyar gyalogság. Tehát a magyar oldalon szolgáló gyalogság. Itt jutott nagy szerephez a külföldi zsoldos csapatok, ugyanis ezek a nehéz fegyverzetű cseh meg lengyel zsoldosok, ezek négy szögekbe álltak, és minden irányba lőttek, bárhonnan támadták őket, úgyhogy még órákon keresztül feltartották a törököket. Az ágyukat kellett odavinni a közelükbe, hogy valahogy végezni tudjanak velük. Nagyon kemény és elszánt harcosok voltak, és nagyon keményen küzdöttek. Jellemző a történetre, hogy amikor egy évvel később Szapolyai János királynak van egy lengyel diplomatája, akit Isztambulba küld, hogy tárgyaljon a törökökkel, akkor ez a lengyel diplomata az emlékezteti Ibrahim nagyvezért, hogy ne akarjon a lengyelekkel újat húzni, mert ugye emlékszik rá, hogy Mohácsnál is mi volt. Tehát igaz, hogy csak 1200 lengyel volt ott, de az mekkora kárt okozott a törököknek, és milyen bátran harcolt. De este 8 óra körül már ezt az ellenállást is felszámolták. Tehát valójában én úgy számolom, hogy ez a csata legalább 4-5 órán keresztül tartott minden részletével együtt. Ugye augusztusban elég későn sötétedik, és a sötétedés vetett véget a harcnak. Méghozzá úgy, hogy a törökök nem tudták, hogy győztek. Ők annyit érzékeltek, hogy visszaverték a magyar rohamokat, de nem tudták, hogy milyen állapotban van a magyar hadsereg, és hogy mi történt a magyar vezérkarral. Úgyhogy Szulajmán szultán elrendelte a katonaságának, hogy nem verhetnek tábort aznap éjszaka. Ugye egyszer már táborverés közben meglepték őket a magyarok, és annak nem lett jó vége. A lovasságnak a éjfélig lóháton kellett éjszakázni, aztán meg leszállhattak a lóról, és mondjuk kantárral a kezükben állhattak, hogy kényelmes legyen. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kellemes érzés volt, mert szakadt az eső. Tehát úgy kellett nekik a szakadó esőben várakozni. Nem kockáztattak semmit, és nem érezték magukat biztonságban, és nem is érezték magukat győztesnek.
Csak sokkal később derült ki, hát napokkal később derült ki, hogy mekkora volt a magyar veszteség, és hogy nem számíthatnak arra, hogy újabb támadás éri a török hadsereget. Amikor ugye elkezdték összegyűjteni a csatamezőn a holtakat, és sok neves főembert megtaláltak, Tomori Pálnak levágták a fejét, és lándzsán hordozták körbe, de a magyar vezérek közül többen úgy tűntek el, hogy a holttestük sem került elő, és Szapolyai János erdélyi vajda testvére, Szapolyai György nyom nélkül veszett oda a mohácsi csatában. A másik fontos dolog, hogy a szultán megtiltotta a magyaroknak az üldözését. Tehát ebben az esős éjszakában végül is nagyon sokaknak sikerült elmenekülni. Körülbelül a magyar hadsereg fele a korabeli becslések szerint el tudta hagyni a csatateret. Ezek főként a lovasságból kerültek ki. A gyalogság túlnyomó része az említett okok miatt az ott veszett a csatában, bekerítve a ellenséges túlerővel harcolva. Úgyhogy se rövid nem volt, én meggondolatlannak se nevezném önmagában ezt a történetet. A felállás sem volt feltétlenül rossz. Azt az egyetlen egy sanszot játszották meg a magyar vezérek, amiben még némi bizodalmuk lehetett. A másik lehetőség, amit választhattak volna elvileg, az, hogy nem vállalnak csatát, de hozzá kell tegyük, hogy amikor a török hadsereg már ennyire közel volt, akkor a visszavonulás sem volt nagyon biztonságos. Tehát ugye a törököknek nagyon sok könnyű lovasa volt, szét lehet zülleszteni egy hadsereget harc nélkül is. Tehát ha nem jutnak élelemhez, ha nem jutnak takarmányhoz, hogyha állandóan támadják őket, akkor történhet katasztrófa, mint ahogy történt is egy pár évvel később. Habsburg Ferdinánd egy ugyanekkora hadsereget küldött Szlavóniába, akik elmentek Eszékig, nem ütköztek meg a törökökkel, aztán elindultak hazafelé, és a hadsereg soha nem jutott haza, soha egyetlen nagy csata nem volt. A török lovasság elfogta a takarmánygyűjtőket, elfogta az élelmiszerszállítmányokat, ott haltak éhen a katonák a hadjárat közepén. Röviden összefoglalva a vereség okait, az első ok az mindenképpen a törököknek a létszám fölénye. Mindent ez mozgatott, ehhez igazították a felek a haditervüket. Szemmel láthatóan a csatának voltak olyan mozzanatai, ahol a magyar fél sikereket tudott elérni hasonló nagyságrendű haderővel szemben. A többi az már, hát hogy mondjam, másodrangú ok ehhez képest. És végül is a csatavállalás, ugye, egy nagyon kényes politikai helyzet volt Magyarországon ebben az időszakban. A király fiatal volt, tapasztalatlan volt, nagyon sokan nem szerették. Ő nem tehette meg, hogy nem harcol a törökökkel, hanem visszavonul, mert gyakorlatilag, ahogy a táborban lázadás fenyegette, úgy országos szinten, politikai szinten is a hatalmát kellett féltenie az elégedetlenkedő emberektől is. Ami nagyon fontos, a korabeli Magyarországon a magyar nemesség nem volt tisztában azzal, hogy a törökök mennyivel erősebbek, mint Magyarország. Emlékeztek Hunyadira, Mátyás királyra, Kenyérmezőre, a győzelmekre. Háborús hangulat volt az országban, a magyarok verekedni akartak a törökökkel, és hiába volt tisztában a kormányzat legfelsőbb köre azzal, hogy az ellenfél milyen nyomasztó fölényben van, ezt nem tudták meggyőzni az összegyűlt fegyveres nemességet és az ország lakosságát, hogy a harc az nagyon kockázatos és milyen veszélyekkel jár. Valójában az összes információ dacára a magyar hadvezetésnek nem volt más lehetősége, mint hogy megütközik a szultán hadával. Másik oldalról nézve a törökök sem akartak békét, ez is egy fontos dolog. A török följegyzések szerint kiderült, hogy a magyar király követet küldött a hadjárat során a török táborba, valószínűleg békekövet volt, valószínűleg nagyon súlyos feltételeket is elfogadtak volna a magyarok, ha a törökök békülni akartak volna. A Szulajmán a követet megajándékozta, körbehordoztatta a saját táborában, megmutatta a katonáinak, hogy a magyarok békülni akarnak, tehát félnek, aztán Isten hírével hazaküldte. Ő csatát akart, győzni akart, és utána békét kötni a magyar királlyal, ez egy nagyon fontos dolog. Egy nagy paradoxon a Mohácsnak, hogy a győzelemmel együtt a törökök elveszítették a megállapodás lehetőségét. A szultán tűvítette II. Lajos király után a környéket. Követeket küldött Budára, Pozsonyba,
amik már a békekötés feltételeit tartalmazták volna. Csak hát ugye a csata után menekülés közben a király életét veszítette, és hiába győztek a törökök Mohácsnál, nem volt kivel békét kötni. Pedig ugye a politikai nyeresége az lett volna ennek a hadjáratnak, hogy miután megtörik Magyarország erejét, olyan békefeltételeket kényszerítsenek rá a magyar kormányzatra, amik Törökországnak hasznosak. Csak hogy a magyar kormányzat megsemmisült a csatában, és még évekig nem volt kivel tárgyalni a Szulejmánnak, még nem aztán Szapolya János 1529-ben Mohács mezején behódolt neki, és elfogadta a feltételeit.